Szeretettel köszöntöm Önöket, a Nálatok Mizu legújabb adását látják. Ismét innen a Vörösmarty Színház kávézójából jelentkezünk. Sokat emlegetett szó a prevenció, de ugyanakkor nagyon fontos üzenetet hordoz. A mai adásba olyan szakembereket hívtam, akiknek a hivatásuk a megelőzés. Az, hogy milyen témában tevékenykednek, az hamarosan kiderül. Szeretettel köszöntelek titeket, köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat, mindegyőtöket bemutatnálak első körben. Bozóki Vilmos, el fogjuk mondani, hogy miért vagy te most ott, ahol vagy, de hogy az egészségdok munkatársa vagy, és kicsit a drogprevencióról fogunk veled beszélgetni. Östör Anna Mária tanácsnokasszonyt is köszöntöm, köszöntelek itt a műsorban. Köszönöm a meghívást. Ugye majd az egészség lesz itt a fókuszban, sport, egy kicsit mozgás, és Kopán Viktor Dávid, hát téged azért hívtalak, ugye, mert te nagyon sokat foglalkozol így a lakástüzek megelőzésével, és ugye hát az életünkhöz ez is hozzátartozik, hogy hogyan tudjuk ezt megelőzni, ezt a bajt, úgyhogy majd egy kicsit erről is beszélgetünk. Köszönöm, hogy itt vagy. Köszönöm a meghívást. No, beszélgessünk egy picit arról, hogy ugye a prevenciót így felvetettem így első körben, hogy miért tartjátok a saját területeteken nagyon fontosnak ezt a kérdést, hogy prevenció, mert hát ugye az egészségünk, az életünk csak úgy őrződhet meg, hogyha odafigyelünk. Kezdjük bármelyik ötökkel. Marci? Hát akkor kezdjük, mivel ez annyira az egészségügyre koncentrál ez a kérdés így elsősorban. Bár remélem, hogy a beszélgetésből ki fog derülni, hogy ez nem csak az egészségügy kérdése, hanem ez egy sokkal alapvetőbb társadalmi kérdés. Ha belegondolunk abba, hogy prevenció, hogy az egészségünket, az életünket hogyan tudjuk megőrizni, akkor szerintem mindjárt világos, hogy a tűzoltó miért ül itt, hogy ez az élet minden területére, tehát a biztonságunk, az egészségünk, az minden társadalmi csoportnak feladata. Vili? Hogyha egy picit így megnézzük a szónak a jelentését, így a megelőzéstől, így a teljesen meg szokták kérdezni, hogy miért megyünk ki iskolába prevenciót tartani, vagy hogy miért tartjuk fontosnak az, hogy erről mondjuk legyenek különböző megbeszélések, akkor el szoktam mondani, hogy nem az a veszélyes pont, amikor már az ember így benne van a drogozásba, és már így a végkimenetelét éli, és már szét van csúszva az élete, hanem általában az szokott a veszélyesebb pont lenni, amikor így ebbe belekerül. Sok mindenki sérül benne, sok minden rossz történik vele, és hogy ennek így a megelőzését, így az informálását próbáljuk fontossá tenni, hogy ez hogy történhet, miért történhet, ha megtörténik, hova tudsz fordulni. Ha egy kicsit így a saját tapasztalatomat szeretném elmondani, akkor nekem van egy 11 éves kábítószeres pályafutásom, és én 11 évig, egyrészt, hogy a prevenció szónak a jelentését sem tudtam, és tudtam, hogy honnan származik. Emlékeztem, hogy az iskolában voltak egyszer tartani, de úgy nem volt tiszta a kép. És hogy 11 évig azt tudtam, hogy létezik egyáltalán rehab Magyarországon, vagy rehabilitálás, és hogyha létezik, az hogy néz ki, tehát hogy az embernek erről ilyen olyan tév képzetei vannak, hogy talán ezért fontos nagyon így az egészségügy, meg így a szociális résznek ennek ezen oldaláról való megközelítése. Na majd akkor erre még bővebben kitérünk a későbbiekben. Ugye a lakástüzeknél, hát az nem szeretnénk. És azért nyilván nagyon fontos, hogy a lakosságot kellőképpen felkészítsétek arra, hogy hogyan tudjuk ezeket megelőzni. Így van, hát ugye, amit a köznyelben a tűzoltósággal kapcsolatban vannak az emberek, az már inkább a mentő tűzvédelem, amikor ugye már menteni kell, az életmentésről van szó, amikor már valami kialakult tűzesethez, katasztrófához, balesethez kell menniük a tűzoltóknak, de van egy a tűzoltó munkának egy nagyon nagy része, amit úgy hívunk, hogy tűzmegelőzés, és a megelőzés, amivel tulajdonképpen itt a prevenció szóval tudnám csatolni azt, hogy igazából meg tudjuk azokat a veszélyforrásokat előzni, ami előidézheti ezeket a tűzeseteket. Én most a szakdolgozatomat egyébként a magas házak, ugye kvázi paneleknek a tűzvédelméről írtam, a tűzoltói beavatkozások biztonságára, ahol én azt fejtegettem, hogy tulajdonképpen az egyik legnagyobb veszélyforrás a benne lévő ember és a benne lévő életvitel. És hát azért nyilván nem ítélkezik az ember, de azért nagyon sok esetben előfordul az, hogy esetleg aki nem tudja annyira a saját életének az egészségét megőrizni, meg hasonló az életvédelmét, ott azoknál a helyeken, azokban a lakásokban azért jóval nagyobb számban fordulnak elő akár tűzesetek is. Tehát én azt gondolom, hogy ez mindenképpen összefügg akár egy ilyen fajta mentálhigiénés dologgal is az, hogy hol vannak nagyobb veszélyforrások. Beszélgessünk egy picit arról, majd aztán visszatérünk a prevencióra, hogy arra a szakterületre, ami most itt tevékenykedtek, hogyan csöppentetek? Mert hogy ugye például te
Fotóriporter voltál legalábbis én, amikor sok-sok évvel ezelőtt megismertelek a hírlapnál, és most már azért eléggé elsodort onnan az élet. Ez lehet, hogy azért van, mert találkoztál ezzel a dologgal a munkád során, és ugye nálunk is ez szokott történni, hogy mondjuk a Szabó Bisztrica Anettet úgy ragadta el tőlünk ez az életforma, hogy úgy mondjam. Igen, valóban én 14 év után tavaly júniusban kapcsoltam le a fényképezőgépet. Ugye hát mindannyian ismerjük itt egymást, itt a különböző munkánk területében sokszor találkoztunk már ez alatt az én 14 évem alatt is, és hát valóban ez úgy történt, hogy én amikor sok évvel ezelőtt a fotós iskolába jártam, és a záróvizsgára kellett készülnem, akkor én úgy gondoltam, hogy már nagyon ügyes művészfotókat fogok készíteni, azt rájöttem, hogy már csak 2 hét van erre, és akkor volt egy isteni szikra, hogy akkor készítsek a tűzoltóktól egy fotóriportot, és hát akkor Anettet kereste meg, aki már ugye dolgozott, akkor még önkormányzati tűzoltóság volt, és nekik intézte a sajtós ügyét, és ő nekem segített abban, hogy oda eljutottam. Mondták, hogy pénteken menjek, mert akkor nagyon sok baleset tűz szokott lenni nyáron. Hát én pénteken reggel ott voltam reggel 6 órakor, és egy hétig bent aludtam a laktanyában, mert nem történt semmi. Viszont nagyon jó barátságok kezdtek kialakulni, és aztán itt a 14 éves fotóriporteri pályafutásomat, azt tulajdonképpen úgy égettem a két végét a gyertyának, hogy volt egy nappali munka, ami számotokra is, meg mindenki számára ismerős, ugye a sajtó munka, ahol részt veszünk sajtóeseményeken, este 10 órás lapzárt, és én magam vállaltam egyfajta ilyen küldetésből, hogy 24 órás ügyeletet láttam el, és hát itt a megyébe és a környező településeken, hogyha történtek balesetek, tűzesetek, akkor én oda mentem, és arról tudósítottam a magyar sajtót, ezt sikerült országos szinten is, és hál' Isten azért ebbe eredményeket értem el, de hát óhatatlanul ez nekem nagyon megtetszett, és egy idő után úgy éreztem, hogy ezt inkább csinálni szeretném, mint fényképezni. És hát aztán eljött a pillanat, amikor nekem döntenem kellett, hogy a kettő párhuzam most már egymás rovására megy. Úgyhogy én közben felsőfokú tűzvelemi végzettséget szereztem, és most legutóbb a Közszolgált Egyetemen diplomáztam egy ilyen katasztrófavédelmi műveleti szervezőszakon. Érdekes a neve, de hát tulajdonképpen... Ez egész erről. Friss ez a diploma, az elmúlt hetekben vehette. Talán nincs egy hónapos, igen. És hát mint mondtam, hogy ugye mellette a Fehérvári Tűzoltó Egyesület elnöke vagyok, ahol én azt gondolom, hogy egy ilyen nagyvárosban, ahol egyébként egy aktív, az ország egyik legnagyobb tűzoltóparancsnoksága működik, nincs olyan nagy létjogosultsága egy úgymond önkéntes tűzoltóegyesnek, akik kvázi tűzoltással dolgoznak, mint mondjuk a megye távabbi részén, akár egy Csákvár, ahonnan ugye 25-30 perc, mire kiérnek a tűzoltók Fehérvárról, ők viszont otthon vannak, előbb kiérnek, nyilván mi Fehérváron nem tudunk kvázi versenyezni sem itt a tűzoltókkal, hiszen itthon vannak. Akkor, amikor ők elmennek vidékre, hosszan dolgoznak, akkor be tudunk segíteni természetesen a városvédelembe, de azt gondolom, hogy nekünk nagyon fontos dolgunk az, hogy a prevencióval, a tűzmegelőzéssel is foglalkozzunk. És hát amit tulajdonképpen kidolgoztam, az arról szólna, ugye mindenki részt vesz az életében, a munkájának bizonyos tűzvédelmi oktatásokban, de hát legyünk őszinték, általában alárjuk ezeket a naplókat, és nem nagyon figyelünk oda, meg hát mindenki próbálja ezt a minimum kötelességet teljesíteni, és mi szeretnénk ezt valahogy az emberekhez elvinni, egy olyan igazi, szemléltető módon tűzvédelmi oktatásban részletesíteni a lakosságot, amit egyébként nem nagyon kapnak meg, mert hogy munkáján felsoroljuk, hogy mit nem szabad csinálni, mit szabad csinálni, az én azt gondolom, hogy nem biztos, hogy elég ahhoz, hogy tényleg tisztában legyünk azokkal a veszélyforrásokkal, amik a mindennapi életünkben, akár a lakásokban is körülöttünk vannak. Akkor most már ez hivatás egyébként. Igen, azt gondolom, hogy én nekem nagyon hálás vagyok ezért a fotóriporteri 14 évet, de most úgy gondolom, hogy ebben találtam meg azokat a feladatokat, amit szeretnék elvégezni, úgyhogy ebbe szeretnék dolgozni. Marcsi, te hogy kerültél egyrészt ugye a önkormányzat közelébe, másrészt meg ugye, hogy tanácsnok is vagy most már egy jó ideje, ugye az jöhet mondjuk a végzettségedből, mert hogyha jól tudom, akkor gyógytornász az egyik képesítésed. Igen, nekem az egész családom egészségügyi is, tehát apukám szülésznőgyógyász volt, anyukám gyerekorvos, a nővérem patológus, tehát én is egészen egyértelmű, hogy ebben az irányban kezdtem tanulni, és gyógytornász végzettséget szereztem, ahol mi már azért a prevencióról és a rehabilitációról hallottunk, tehát ez ilyen szempontból nem volt számomra ismeretlen. Úgy alakult az életem, hogy egy ideig nem laktunk Magyarországon, tehát egy kicsit eltávolodtam az egészségügytől, de amikor 2006-ban engem választottak, hogy az Öreghegyet képviseljem, akkor természetesen az egészségügyi végzettségemnek megfelelően ebben a bizottságban kezdtem el dolgozni.
Hát egészen ilyen egészségügyi irányítási dolgok. Nekem akkor is 2006-ban a papírmunka és minden azért elég furcsa és idegen volt. És egy véletlen folyamán kerültem el az Egészséges Városok Európai Konferenciájára. Éppen nem ért rá senki a városvezetésből, ez akkor mi még ellenzékben voltunk képviselők. És akkor mondták, hogy hát akkor menjen ő. Hát akkor megyek. És belecsöppentem egy olyan témába, egy olyan közegbe, amin úgy éreztem, hogy ezzel Székesfehérvárnak sokkal többet kellene foglalkozni. Akkor itt még a prevencióval, egészségprogrammal, egészségfejlesztéssel abszolút nem foglalkozott az önkormányzat, és akkor próbáltam ebben lépéseket tenni. Azt kell mondjam, hogy nem volt egyszerű, mert ennek az egész felépítése mindene hiányzott, úgyhogy az Egészséges Városok Szövetsége iránymutatása alapján, és hát ahhoz alkalmazkodva, ami a székesfehérvári viszonyokban speciális, végül is sikerült szövetségeseket találnom ehhez, és így kezdtük el végül is 2011-ben az érdemi munkát. És hát ugye képviselő is vagy, Öreghegy és Csala képviseletében azért nagyon sok mindent tevékenykedtél ugye az elmúlt pár ciklusban, és ugye látható a fejlődés a városrészben. Igen, én most nem szeretnék ilyen helyi képviselői szerepben. Nem is kell belemennünk. De az biztos, hogy ebben a témában is sok mindent próbáltunk ki az Öreghegyen. Tehát mondjuk a prevencióhoz, egészséges életmódhoz hozzátartozik például a hulladékgazdálkodás, a szelektív hulladékgyűjtés. Ezeket az Öreghegyen próbáltuk ki, az Öreghegyen rendeztünk először olyan egészségnapot, ami egy városrészi program volt. Tehát ezeket sikerült, úgy érzem, összekapcsolnom. Egyébként a gyógytornászkodást azt csináltad, végezted, vagy az csak a végzettség? Igen, igen, dolgoztam a Fehérvári Kórháznak a belgyógyászatán, és a mai napig nagy nosztalgiával emlékszem ezekre az időszakokra. Én nagyon szerettem a betegágynál dolgozni. A gyógytornász úgyis az egy bizalmi szakma, tehát mi nem oda megyünk, megszúrjuk, fölírjuk, megnézzük, hanem mi tornászunk, és negyed órát, fél órát naponta rendszeresen találkozunk, és beszélgetünk, mert azért azon kívül is, hogy nyújtsa ki, és próbálja megmarkolni, azon kívül természetesen mi mindenkinek a lelkével is foglalkoztunk. És nagyon-nagyon sokat számított, hogy milyen állapotban van az, akin a fizikai kezelést végezzük, hogy ő ezt hogy gondolja, mentálisan hogyan áll hozzá, és ezeket egyébként a prevencióban és a rehabilitációban is alkalmazni kell. No hát, te is említetted már a prevenciót és rehabilitációt. Egy picit menjünk vissza az elejére. Ugye most az egészségdoknál azért küzdesz te is, hogy másoknak példát mutass, irányt mutass, elterelj, ha jól tudom, van egy ilyen általatok használt szó. Hogyan kezdődött? Nyilván van egy drogos múltad ehhez. Igen, nyilván van egy drogos múltam, meg arról tudnak a YouTube-on videót nézni, meg mindenféle ilyen ehhez kapcsolódó cikkeket olvasni. Amikor én kijöttem rehabról, akkor tehát én nem csak a doghoz jöttem 6 éve, hanem a városba is 6 éve költöztem, és akkor leköltöztem, és ilyen elég erőszakos pali vagyok, tehát én mondtam, hogy kell munka, lakhatás, és így felsoroltam, hogy mik az én elvárásaim, és akkor mondták, hogy most jó is, hogy a prevenció jött szóba, hogy hát akkor azt kéne csinálni, hogy itt fogsz dolgozni a cégnél, nyilván itt főzed a kávét, fölmosod a padlót, meg néha beszélgetsz valakivel, próbálsz nem butaságokat mondani, és ezen kívül elmész iskolákba és prevenciózol. Jó. És akkor elmentünk iskolába és prevencióztunk. És a dokk az 6 évvel ezelőtt még egy ilyen elég kezdetleges cipőbe járt, tehát ilyen nagyon akkor alakult ki, hogy akkor mit is fogunk, hogy is fogjuk, nagyon sok harc van benne, meg munka, azt gondolom. És elmentünk prevenciózni, és jöttek vissza egy jó pozitív visszacsatolások, hogy nagyon jól érezték magukat, nagyon jó volt, és emlékszem, hogy csináltak ilyen kis kártyákat, amire a Gönczi Gábornak a feleségével voltunk prevenciózni, és így leírták, hogy a drogos meg a nő jöjjenek még, mert az nagyon jó volt meg. Tehát, hogy ezek ilyen jó visszacsatolások voltak, és hát onnantól kezdtük el így az egészségdokkot, így azt gondolom, így közösen így fölhúzni, meg akkor terjeszkedni. Az elterelés egyébként az nem egy ilyen mi általunk kitalált szó, hogyha így most bedobtuk így a témába, hanem
amikor valakit elkap a rendőrség valamilyen kábítószer fogyasztással, akkor ezt hívják elterelésnek, akkor elküldik hozzánk, és akkor nem az van, hogy mész a börtön, meg satara, hanem elmész az egészségdokba, és ott fél éven keresztül két hetente bejársz, és akkor van egy ilyen beszélgetés, tehát ott is egy ilyen kapcsolatba kerültök. Nyilván egyébként ez az egyik legnehezebb területe, azt gondolom, hogy a szenvedélybeteg ellátásnak, mert oda nem önszántából jön el, hanem a rendőrség elküldi, hogy ide járni kell, aztán elterik a fél év, és nem lesz bele semmi. Tehát az ember úgy jön el, hogy most ezt a fél évet kibírom, aztán majd utána minden ugyanúgy fog működni, tehát talán ott kell a legnagyobb erőkkel bekapcsolódnunk, és valahogy úgy annyira motiválni, vagy úgy beszélgetni vele, hogy akkor álljon be valamilyen változás az életében, és lehet, hogy magától azt mondja a végére, hogy jó, akkor én maradok, még járok ide hozzátok, még nem akarok már többet drogozni, föl akarok épülni, nem akarok a rendőrséggel semmilyen rossz kapcsolatba kerülni. Tehát valahogy így kerültem ide, és nyilván ez egy ilyen, az általában felépülőknél így szokott lenni, amikor elmennek ilyen ambulanciára dolgozni, hogy ugye van egy ilyen kitaposott út, amit így meg kell járnod, de mellette azért volt ez egy kicsit ilyen szerintem rendhagyó, mert tényleg az volt, hogy akkor kezdtük el bérelni a doknak a helységét, nem volt ott egy darab laptop, három darab íróasztal, meg egy szék, nem volt függöny az ablakon, tehát hogy mindent így kitapostak a Gábor meg a Zsolti, hogy legyen, és az ember azért a legelejétől, amikor már látja, hogy most meg egy ilyen kialakult gyerekaddiktológiai járóbeteg ellátás lettünk az első Magyarországon, meg most csinálunk tinirehabot, meg tényleg minden területen benne vagyunk így a történetben, így azt gondolom, hogy ez meg egy ilyen pozitív varázscsoda. Tök jó. Azért azt rossz hallani egyébként, hogy tini rehab, meg hogy a gyerekek ugye mennyire igen, hamar kerülnek kapcsolatba ezzel a dologgal, de hogy te, mint példa, mekkora erőt adsz nekik, de és mennyire tudsz ezen segíteni. De ha meg azt nézzük, akkor igen, egy oldalról rossz, mert az ember ugye bele se gondol, hogy 12-13 éves gyerekek aktív szerhasználók, sőt 15 éves gyerekeknek lefutott drogkarrierjük van, tehát hogy mennyire változik a világ azért az, meg ezek a fajta kábítószerek. Ellenben meg, hogyha a prevenció szót nézzük, akkor igazából a prevenciót körülbelül óvodáskorban el kéne kezdeni, és meg kéne velük tanítatni, mert én azt szoktam felhozni példának ilyen előadásokon, hogy egy kicsit jobban értsék, hogy ha megnézzük mondjuk a 300 című filmet, vagy egy spártai gladiátor, Trója, vagy akár csak egy boxmeccset, akkor az ember hogy tud a legjobban fölkészülni az ellenfelére, vagy az ellenségére, hogyha megismeri. Tehát, hogyha ismered és tudod, hogy mi az, akkor tudsz dönteni, akkor nagyjából nyitott előtted az egész pálya. És ezért szeretem azt, hogyha nincs így homokba dugva a fejünk, és a drogról ne is beszéljünk, az rossz, mert arról nem szabad, mert az csíp, harap, karmol, meg megrúg, hanem inkább ismerjék meg, tudják, hogy mi az, ami ezzel jár, tudják, hogy milyennek a következménye, legyenek rá fölkészítve, és valahol a prevenciós foglalkozásoknak is ez lenne a lényege. Kis csoportokban sokat beszélve róla, szimbolizálva, megértetve, olyan annyira okosok, hogy vagyunk olyan iskolákban, hogy nagyon-nagyon sokat tudnak, és tök jól csatolnak dolgokat, és tök jól beszélnek róla, és a végén elmondják, hogy igen, nem akarok drogozni, mert nem akarok lenni, mint te. És ez meg tök jó. Marcsinálatok, illetve a te ténykedésed, mint tanácsnok, nagyon-nagyon sokrétű. Tehát tényleg, ha csak a HPV oltásra gondolunk, vagy akár a mellráksétára, vagy bármi, ami ugye ez mind a megelőzésről szól, hogyan tudsz ennyiféle területen mindenhol jelen lenni, mindenbe belemenni, és tényleg mindenhol azt szajkozni, hogy mennyire fontos az, hogy megelőzzük a dolgokat. Egy szavas válaszokat biztos, hogy nem szerettek, de én ezt szeretem. Akkor bővebben. Mert tényleg nagyon sok az a tevékenység, amit te csinálsz, és hogy tényleg, hogy ennyi mindenbe belefolyni, benne lenni, azért az egy emberpróbáló dolog lehet. Akkor egy kicsit bővebben, hogy valóban a prevenció az nem csak az egészségügyre korlátozódik, ezt már itt is láthattuk, és én próbáltam ezeket a területeket feltérképezni, és ahol éppen nem volt, akkor ott valamit tenni. Tehát ezért alakítottuk újra például a kábítószerügyi egyeztető fórumot, és ha már azt elértük, hogy nagyon jó kapcsolatba kerültünk az egészségdokkal, és például mi segítettünk nekik, hogy átvészeljék azt az időszakot, amíg a finanszírozásuk kérdése megoldódott. Ha már csak ezt megtettük, akkor úgy érzem, hogy ez nem volt hiába való. Meg hát ugye nem beszélve a városrészi szűrőprogramokról, hát számos ilyen tevékenység van ugye a városban. Végül is én egy
olyan ember vagyok, aki szeretem a visszacsatolásokat. Tehát azt kell mondjam, hogy nagyon jól esik, amikor azt mondják, hogy jaj, de jó, hogy itt voltak, és elmentünk, és elvittem a szomszédasszonyt is. Vagy azzal jönnek, hogy hát annyit mondta, hogy aztán én is elmentem a mammográfiára végül, és hát mondjuk ez nem jó hír, de túl vagyok a műtéten. Hogy mennyire igazuk volt, és mennyire jó, hogy csinálják. Ezek azt hiszem, hogy erőt adnak nekem is, és nekik is. A prevenció egyébként mennyire jár szerintetek egyfajta elrettentéssel? Mert valahol, most, hogyha te példádból kiindulok, akkor én úgy tudom elképzelni ezeket a jellegű foglalkozásokat, hogyha elmentek iskolába, hogy azért nyilván elmondtok egy pár példát, vagy mutattok, vagy nem tudom, hogy ez hogy néz ki, de hogy nyilván egy kicsit azért el kell rettenteni például a gyerekeket, vagy mondjuk ti, hogyha lakástüzekkel kapcsolatban elmentek egy-egy előadást tartani, akkor megmutatjátok, hogy például egy perc alatt hogy ég le egy lakás. Pontosan, és hogyha megengeditek, csak hogy szeretnék vissza is csatolni, hogy nagyon egyetértek azzal, hogy igazából erről beszélni kell, ezt meg kell mutatni, mert az, hogy ilyen hinelünk, hámolunk meg az nagyon veszélyes, de nem mondjuk el, hogy micsoda. Én azt gondolom, akkor lehet valamire felkész, hogyha pontosan tudjuk azt, hogy micsoda, és jó értelemben meg kell ijeszteni az embereket, hogy valóban felépüljön bennük az egészséges félelem, mert a félelem az egy ilyen védekezést, és a félelem nagyon sokat tud ösztönözni az embernek, hogy saját magát megvédje, de amikor nincs a veszélyen állítva, akkor nem tudja, hogy miért kell védekezni, és akkor legyint rá persze a gyerekre fogom mondani, hogy ne drogozzák, kisfiam, de én azt gondolom, hogy korosztálytól függetlenül minden veszélyt meg kell mutatni. Én egyébként hasonlóan olyan pali vagyok, hogyha kirúgnak az ajtón, beszoktam menni az ablakon, és amikor a sajtófotózást is csináltam, ugye rengetegszer jártam ilyen tüzekhez, balesetekhez, és én már 4-5 évvel ezelőtt csináltam onnan online élő videó közvetítéseket. Annak idején még rendőrkapitányok, parancsnokok, mindenki hívogatott fel, hogy ilyet aztán nem lehet csinálni. Örömmel veszem észre, hogy most már az Országos Katasztrófa Főigazgatóság, most már a rendőrségnek honlapja, Instagramja, minden van, és tolják ezeket a képeket, mert azt gondolom, sokan megkérdeztek, hogy miért jó nekem halálos balesetek helyszínére járni. Nyilván nem szórakozásból, de volt bennem egy olyan vezérelv is, hogy ha én ezt meg tudom mutatni, hogy mi történt, akkor lehet, hogy másnap valaki bekapcsolja a biztonságövet, vagy hogyha meg tudjuk mutatni, hogy 4 perc alatt mondjuk egy lakás hogy ég ki, akkor azt gondolom, hogy kicsit oda tudunk figyelni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy őszintén beszéljünk az emberek, és az élet minden területére igaz egyébként, hogy pontosan exakt mondom, mindent le kell írni, meg kell beszélni, mert akkor azonos információk után tudunk elmenni, és a prevenciónk biztos, hogy ez egy nagyon fontos alapköve legyen ahhoz, hogy tudjuk, hogy miről beszélünk. Bocsánat, most gondoljatok bele tényleg, hogy mennyi mindent megteszünk az egészségünkért. Már elkezdik a védőnők a várandóság korában, milyen figyelem egy gyerek, amíg felnő, és akkor egy baleset, és egy perc alatt lesz vége az egésznek. Amiről, ez a rengeteg amiről energia. Amiről nem tehetünk sok esetben, de hát hogyha mondjuk előre látunk ilyen jellegű dolgokat, akkor valamit tudunk értetelni. Magát az elrettentés szót azt egyébként nem szeretem. Tehát, hogy soha nem megyek úgy előadást tartani, hogy drogoz rossz, ne drogozzatok, meg fogtok halni, meg mit tudom én, mert aztán elmegy, kipróbálja a füvet, és jó. Akkor van a fejében egy kép, hogy hát ez teljesen badasságokat beszélt, ez nem is igaz, amit ő mondott. Hanem inkább egy ilyen egészséges félelemkeltés, vagy egy ilyen egészséges, tehát bekapcsolni azokat a reflexeket, amik így dolgozzanak azon, hogy én nem akarok mondjuk oda kerülni, és talán azért fontos egyébként, és talán ezért kapcsolódik be az, hogy miért tartottuk mi ezt nagyon, tényleg nagyon-nagyon fontosnak, mert egyszerűen az ember a kiskorától kezdve bele van így építve a fejébe, hogy mik azok a dolgok, amik fontosak bekapcsolni a biztonsági övet, hogyha valamilyen fájdalmai vannak, akkor elmenni gyógytornára, tehát nem elhagyni addig, ameddig még több fájdalmam lesz belőle, vagy hogyha drogozni fogok, akkor annak lehetnek különböző egészségügyi, meg szociális, meg bármilyenféle fajta következményei, akkor ez, hogyha, és ha így nő föl, és ebben nő bele, akkor azt gondolom, hogy ez egy tök jó megelőzés, akkor sokkal kevesebb számba fog kikerülni drogos. Ellenben az, amikor azt mondjuk, hogy nem lett megelőzve, és van egy ilyen, hogy igen, mert a gyerekem drogos lett. A drogozás az általában nagyon-nagyon nagy százalékban egy családi probléma. Tehát az nem úgy néz ki, hogy van egy tök jó család, minden tök jól működik, a gyerekből meg egyszer csak lesz egy drogos. Ez nagyon-nagyon ritka, sőt, én ezzel mindig szoktam benne hibát találni a családnál, hogy akkor ez hogy alakulhatott ki. És hogy talán ezért nagyon fontos a prevenció. Én szoktam mondani, hogy én a gyerek nemzést vagy szülést is ilyesmi előadáshoz, vagy ilyen felkészítéshez kötném, tehát hogy, mert egyszerűen ezek nagyon-nagyon fontos dolgok, hogy az ember tudja, hogy mivel áll szembe. Van egyébként ilyen sorozat? Igen, van egy ilyen sorozat, hogy felelősséggel álljanak hozzá ehhez a kérdéshez a gyerekek.
Ez egy vetélkedő sorozat középiskolásoknak, most már évek óta csináljuk az ANTS-szel közösen. Még annyit szerettem volna elmondani a prevencióhoz, egészségfejlesztés, egészséges életmód, hogy ezért ez nagyon nehéz, mert olyasmiről akarod azért sok esetben lebeszélni az embereket, ami nagyon kellemes. Tehát miért ne egyek ennyit, miért ne igyak? Dehogy megyek ki sportolni, hát sokkal kényelmesebb nekem itt üldögélni. Tehát ezt nem elég egyszer elmondani. Ezt nagyon különböző módszerekkel, nagyon sok helyen, ezért van az élet minden területén ennek egy... Tehát, hogy az élet minden területéről ilyen információk kell, hogy érjék az embert minden életkorban, a saját életkornak megfelelően. Igen, ezt fontosnak tartottam, és ezt elfelejtettem kiemelni, hogy amikor az előbb itt szóba hoztuk így a prevenciót, vagy az előadásokat, hogy hogy néz ki, és én azt, van, amikor én úgy szoktam hívni ilyen szakzsargon, hogy megyünk haknézni. Tehát az, amikor egy darab előadásunk van, egyszer 45 percünk, és ott gyorsan kell informális részátadás azonnal tü-tü-tü-tü. És van a prevenció, ami kis csoportos foglalkozás, több foglalkozásból áll, megismernek minket, tudunk hozzájuk járni, és folyamatosan megnézni, miben fejlődnek, meg adni nekik újat, tanulni tőlük. Tehát, hogy amikor itt tudunk közösen dolgozni, én azt tartom inkább egy ilyen erős prevenciónak. Amikor egyszer van 45 percünk, és általában egyébként szoktuk használni a Bibliát, tehát, hogy az örgetik, akkor megnyitatik, tehát, hogy mindig addig próbáljuk, amíg nem engednek be többször, és hagyj menjünk még, és hagyj csináljuk még. Mert erre tényleg szükség van. A haknizás az meg egy ilyen legyen infójuk, hogy hova kell akkor mondjuk jönni, hogyha ezzel kapcsolatban szeretnének érdeklődni. Egyébként milyen visszacsatolásokat kaptok saját területeken abban, amit prevenciónak hívunk? Mennyire például a lakástüzek esetében, nem tudom, van-e statisztikai adat arra nézve, hogy mondjuk mennyire csökkent esetleg a számuk, vagy reméljük, hogy nem nőtt? Hát ez nagyon változó, ugye a csökkenés és mi befolyások. Például ugye itt a szakmán belül azért arról beszélgettünk, ugye, hogy most volt itt az első fél év, amikor hát mindenkinek átrendezte a világban az életét ez a járvány, ugye akkor nagyon megnövekedett az otthon tartózkodások száma, és akkor arra számítottunk, hogy itt majd lakástüzek meg egyéb otthonnal kapcsolatos események fognak megnövekedni, aztán hál' Isten ez nem így volt. Mi tavaly elindítottuk azt, amit különböző városrészekbe szándékozunk elvinni programot, ugye Palotavárosba kezdtük, ahol kifejezetten sűrűn lakott lakótelephekhez mentünk el, és ott élő bemutatóval lábasból olajat gyújtottuk fel, megmutattuk, hogy a konyhai tüzet hogy lehet eloltani, hogy nem lehet eloltani. Az emberek kezébe adtunk porralótot, valódi tüzet tudtak eloltani. 5 ilyen alkalmat tartottunk tavaly nyáron. Szerettük volna ugye eljutni a többi városrészbe, de hát ugye az idén ez sajnos másról szólt az élet. És hát nagyon jól esett az, hogy olyan 80-100-as nézőközönség volt minden, így mondja, ilyen előadáson. És bizony sokan odajöttek, hogy de jó, hogy látták azt, hogy például ugye nagyon sokszor nem lehet elégszer elmondani, hogyha főzünk, és a konyhában a zsiradék meggyullad, ugye akkor azt nem vízzel oltjuk, mert akkor egy fizikai robbanás történik, nagyon röviden nem szeretnék belemenni a fizika rejtelmébe, de ugye ez a forró olaj, belekerül akár egy 2 deci pohárnyi víz, a víz lemegy ugye az olaj, égőolaj aljára, a víz azonnal felforrósodik fel, ugye a víz közt 1800 szorosára nő a víz térfogat, ez a 2 deciből lesz annyiszor 1800 szorosa, és hát ugye az égő olyat fogja szétrepíteni a konyhába, megsérítve azokat, azt, aki oltani próbálja, meg hát ugye nagy károkat okoz, és ugye le kell fedni egy fedővel, vágódeszkával, tűzoltótakaróval, és sokan odajöttek, hogy de jó, hogy ezt most ő látja, mert ő már átélte, nem sikerült, vagy majdnem felgyulladt, meg hogy most már tudni fogja a porraótó használat, és ugye mindenhol ott van, látjuk a falon azokat a helyes kis piros palackokat, sokan így mondják. De amit mondtam, ugye vannak ezek a kötelező tűzben oktatások, de nem szól semmiről, és amikor kijöttek hölgyek is, nagyon könnyen tudják használni, és mondták, hogy de jó, mert akkor legközelebb, hogyha olyan helyzetbe kerül, akkor biztos, hogy nem fog tétlenkedni, mert hogyha úgy érzi, hogy azzal ő el fogja tudni használni az kicsi tüzet, ami keletkezett. Tehát azt gondolom, hogy nekünk, a mi területünkön nagyon jók ezek a visszajelzések, hiszen visszacsatolnak mindig az emberek, hogy az életükben milyen élmény volt az, hogy ahol már ilyen veszély közelben volt, vagy látta, vagy a szomszédja, és akkor ha ezt meg tudjuk nekik mutatni azokat a praktikákat, úgymond, hogy,
hogy milyen könnyen lehet ezeket otthon is elsőt. Vagy például a panelházak, ugye örökös probléma a lépcsőházi tárolás, ugye, meg hát ugye a menekülés útvonalaknak az elzárása, és hogy meg tudjuk azt nekik mutatni, hogy milyen az, amikor mi mondjuk tűzoltó tömlőket szerünk a lépcsőházba, és ott húzkodjuk ezeket a vizes tömlőket, akkor rájön arra, meg hogy megmutatjuk, hogy egy hordággyal kéne sévesültet kivinni, és nem férünk el, mert ott van a stelázslipolc, ott van a cipőszekrény, akkor esetleg rádöbben arra, hogy hát tényleg lehet, hogy őt le kell legközelebb kivinni. Úgyhogy én nagyon hiszek itt a vizuális hatásokba is, és itt mindig pozitív a visszajelzés. Ha már említetted a takarót, akkor nekem ez kicsit olyan szívfájdalmam, hogy ugye voltatok egyszer Víz Attila önkormányzati képviselő úrral ugye nálunk a tévében egy felvételen, és ott sokat beszélgettünk így a lakástüzek megelőzéséről, plusz amit most említettél, hogy a városrészekbe is eljuttatjátok ezt a programot, és ezt a takarót én akkor hallottam, és hogy miért nincs ez még minden háztartásban? Az egyik talán az, hogy mert nem ismerik az emberek. Másik az, hogy itt a tűzvédelmi szabályozásban egy kicsit azt gondolom, hogy talán tudnánk változtatni országos szintén, és például nem kell messze menni, Ausztriában például a saját autókban is kötelező a magánautókba tűzoltókészüléket tartani. Tehát ott is itt Magyarországon annyira a magántulajdon és a lakóegységeknek a tűzvédelmi szabályozását azt nem nagyon szigorították, ellentétben más országokkal. Ugyanakkor meg az emberek nem is nagyon ismerik, hogy szóba került, hogy azért gyorsan elmondjuk, hogy mi is az a tűzoltó takaró. Tulajdonképpen ez egy olyan 2 vagy 3 négyzetméteres többféle változatba lehet kapni. Ez valóban egy takaróra tudnám hasonlítani. A felülete olyan anyagokkal van kialakítva, hogy az égést gátolja, az oxigént tudja elzárni az égő felülettől, és a nevéből eredően be kell takarni ezt az égő felületet, és tulajdonképpen ott az oxigén ellátást megszünteti. Ez nagyon alkalmas ugye folyadéktüzek oltására, mint például ugye az olajtűz, benzinkúton kötelező felszerelés, még ugye ipari üzemi konyhákban kötelező felszerelés, és hát tulajdonképpen a méretéből adódóan arra is alkalmas, hogy menekülni tudjunk benne, és hogyha esetleg égő területen kellene átmenekülnünk, akkor a saját testünket is meg tudja óvni. És egyébként az a helyzet, hogy ebben a programban szeretnénk is azt elérni, hogy ezek a kvázi pár ezer forintos dolgok tulajdonképpen nem olyan nagy költségvetés jelentenek, mint amikor egy család életében meg tudja menteni az életet. Egyébként pont szeretnénk is kidolgozni egy ilyen programot. Víz Attila tanácsnok úrral már el is kezdtük, hogy szeretnénk minél több lakást bejutatni ilyen tűzvédelmi eszközöket, füstérzékelőket, tűzoltótakarókat. És aztán hát ugye el is kezdtük ennek a kidolgozását, csak mint említettem, ugye mindent ez az idei járvány ezt keresztül húzott, úgyhogy ez most nyilván az önkormányzatnak teljesen más feladatai voltak természetszerűleg, mint az ilyen programoknak a véghezvitele, de hát bízunk benne, hogy a jövőre ezt tudjuk folytatni. Én azt gondolom egyébként, hogy most nem is az értéke, és ezeknek az életvédelmi értéke összehasonlíthatatlan. Ma csinálod a visszacsatolás? Én először a Viktornak szeretném mondani, hogy ugye a járvány mindent felülírt, de úgy néz ki, hogy szeptembertől el tudjuk kezdeni a városrészi egészségnapokat, úgyhogy ha van erre készség és hajlandóság, akkor mi nagy szeretettel várunk benneteket. Én úgy gondolom, hogy mondjuk bent vannak a szűrések, és az udvaron egy-egy ilyen bemutató, az biztosan nagyon jól jönne. Úgyhogy szeretettel várunk benneteket. Biztos, hogy kapcsolódik a készség. És ahogy így mondjátok, így én nem tudom, van a házi asszony, aki még nem csapott égő konyharuhát a hóna alá. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez mindenkinek nagyon hasznos lehet. Én nekem egyszer volt egy ilyen tapasztalatom, ha elmesélhetem, még az előző lakásban főzőlap rántottát készítettem, és föltettem az olajat, és elfeledkeztem róla. És egyszer csak azt vettem észre, hogy füstöl, és ahogy odamentem, lekaptam. És abban a pillanatban ráfröccsent ugye az olaj a lapra, és egy pillanat alatt még az egy szerencsénk volt, hogy a szekrény az jóval magasabban volt, felcsapott a láng, és hirtelen ott álltam én is, hogy nem tudtam, hogy mit csináljak. Az eszembe jutott, hogy vizet nem, megfogtam a serpenyőnek a tetejét, és akkor azt úgy rátettem, és akkor úgy elmúlt, de úgy felcsapott a láng, hogy én azt hittem, hogy egy pillanat alatt lejátszódott bennem, hogy na, egy perc múlva a lakás az égni fog. Hadd egészítsem ki, és elnézést kérek, hogy megint magamhoz ragadom a szót, csak ha már elmondtad ezt a pozitív és nagyon jó
hozzá ezt, hogy hogy tetted azért egy picit a nézők számára, és hadd tudatosítsam mindenkiben a helyes folyamatokat. Tehát ha kigyullad a serpenyőbe az olaj, ugye vízzel nem oltjuk, mert megbeszéltük, hogy ez fizikai robbanás történik. Csak egy illusztrálatív példa, Fehérváron volt jó pár évvel ezelőtt egy panellakásban egy 14 év körül kislány szeretett volna ugyanígy sütni, sajnos ő vízzel oltotta, csak hogy a detonációnak és a károkozásnak a mértékét tudja mutatni, hogy ez egy sima másfél szobás panellakás volt, és ez a konyhába történt, de a légnyomás akkora robbanást okozott, hogy a nappaliban ez az egész erkés, ajtós, egész nyilászáró, úgy ahogy volt, ez berepült a nappali szobába. Tehát, hogy el tudjuk képzelni, egy pici konyhába és egy pici lakásba ez milyen károkat tud okozni, természetesen sajnos súlyos életvészes sérüléseket is okozott a kislánynak. De hogy akkor picit a nézők számára gyorsan elmondjuk, tehát ha kigyullad az olaj a serpenyőbe, akkor keresünk egy másik nagyobb fedőt, serpenyőt, vágódeszkát, vízes konyharuhát, nem csak vizet, hanem nedvesen. Meggyulladni? A vágódeszka nem fog? Hogyha elfogjuk, akkor nem, mert azonnal ugye az időnek is fel kell hevülni egy idő, mire a vágódeszka felgyullad. Azonnal takarjuk le. Van. A lényeg, hogy megszűnjük az oxigenáltását. Ugye az égéshez kell egy éghetőanyag, egy gyulladási hőmérséklet és az oxigén. Itt az oxigén tudjuk a legjobban, leggyorsabban kivonni, hiszen a lehűteni nem tudjuk, az égő anyag ott van, és nagyon fontos, hogy lekapcsoljuk a fűző, vagy a villanytűzhelyét, vagy a gáztűzhelyét, és amíg nem hűl vissza, addig nem szabad levenni ezt a takarást, mert ahogy levesszük ezt a takarást, és még mind a gyulladási hőmérséklet jelen van, addig újra a levegőt kap, és újra be fog lobbanni. Tehát a legfontosabb, még egyszer valamivel letakarjuk, elzárjuk a gázt, és megvárjuk, amíg lehűl. Ezt próbáljuk meg tudatosítani, és akkor így meg tudjuk óvni a lakásunkat, az életünket is. No, hát köszönjük ezt a gyors talpalót így hirtelen. Szerettél volna valamit mondani? Visszacsatolás, igen. Hogy ezért annak örülök, hogy Székesfehérváron odáig eljutottunk, hogy ez a kérdés, az egészség, a prevenció, ez nagyon fontos a városvezetésnek is. Tehát ha megnézzük a programokat, akkor ez mindenben szerepel. Nem épülhet új lakókörnyezet úgy, hogy a sportolásra ne gondolnánk, hogy oda játszóeszközöket, felnőtt fitness parkokat, futópályát, tehát valamilyen sportolási lehetőséget ne teremtsünk, erre minden egyéni körzeti képviselő is most már nagyon figyel. Minden városrészben van nyitott tornaterem, olyan most már nincs, mert ez sem ilyen nagy létszámmal és nagy számú helyszínnel kezdődött, azért arra is emlékezzünk. Tehát ezek a szempontok nagyon fontosak lettek a városnak. A rendelők felújítása ugye nem egészségügyi kérdés, de hát azért egy megfelelő egészségügyi hátteret azt tudni kell mögötte. Tehát az egészségügyi dolgozók, az orvosok, a házi orvosok, a védőnők, a kórházi orvosok, ők mind részt vesznek ebben a prevenciós munkában, és nagyon fontos láncszemei mindenki. Fontosak a helyszínek, fontosak, hogy legyenek kellő számban szűrőanyagaink, tehát ennek meg kell teremteni a hátterét, és az önkormányzat ebben partner. Visszacsatolás nálad mondjuk saját magadnak is van egy visszacsatolás. Igen. Hát első körben igen, az, amit tök fontosnak is tart az ember, tehát hogy folyamatosan vizsgálja, hogy mi, hogy és miként tud jól működni. A másik meg, hogyha már egy egészséges életmódnál meg egy sport is föl lett hozva, akkor ami még egy nagyon erős visszacsatolás volt, ugye én így gyökölvívással foglalkozom, meg így gyerekkorom óta egy sport az így kitette az életemet, és elkezdtem a Varkos György boxklubba így lejárni, edzegetni, amikor ide költöztem Fehérvárra, és akkor az Arnold mondta, hogy hát ha van ilyen, mit tudom én, drogos gyerek, ahogy ő hívja, akkor nyugodtan hozd ide, és akkor boxoljon itt, meg hogyha hátrányosabb helyzetű, akkor is valahogy elintézzük, hogy le tudja járni edzésre. Tehát attól függetlenül, hogyha mondjuk neki nincsen éppen 7-8-10 ezer forintja egy havi edzésre. Ugyanezt tudom elmondani a Colosseum boxklubról, tehát hogy ott is a Szilávers annyi mondta, hogy nyugodtan vigyük oda, megoldjuk valahogy. Tehát hogy így a szerencsémre, hogy így bevittem a sportot ugye mi alapítványunkhoz, az úgy valahogy úgy egy ilyen tök jó lendületet adott neki, és mondták, hogy persze, akkor csináljuk, akkor hozzuk létre, akkor a város is segít benne, akkor oldjuk meg, tehát hogy most is mit egy kis csajnak, aki az egyik, és nem ütetem az utcának a neve, mindegy gyerek otthonban van, és jár hozzánk, és akkor mondtuk, hogy akkor menjen el, jöjjön ő is boxolni, mert mit tudom én, és hogy ezek annyira pozitív dolgok így a várostól is, meg a városban élő emberektől, hogy ezek a jó visszacsatolások, és ezek az összetartások, amik így jók.
Az arról van esetleg számadatot, hogy nálatok hányan fordulnak meg, mondjuk így heti szinten? Aha. Hát most, hogyha kérdeznél pont a számot, akkor nem tudnám neked megmondani, de sokan hát egy ilyen, nagyon sokan, nagyon-nagyon sokan. Hát hogyha most néznénk neked, meg tudom neked mutatni, az adás végén van egy ilyen naplónk, amiben írjuk, hogy hány ember jön. Hát egy ilyen napi 20-30 ember az biztos, hogy megfordul, és ez ugye attól függ, hogy van-e aznap orvosi rendelés. Tehát hogyha van orvosi rendelés, akkor ugye nyilván sokkal több ember jön, mert ugye kevesebb az orvosi óraszám, tehát akkor oda be vannak sűrítve az emberek. De ha csak a szociális rendelés részét nézzük, akkor is ugye, tehát azért a kolléganőim, elég sokan dolgozunk nálunk, tehát hogy ez folyamatos be van osztva, mikor kihez hány ember jön. Tehát igen, igen, sok kliensünk van, sok ember fordul meg, sok fajta problémával. És valahogy így beépült, hogy az egészség dokba küldik azt, aki nehezebb esetű gyerek, tehát ott ugye el kell döntenünk, hogy akkor ez mennyire szerhasználói probléma, és miben tudunk neki segíteni. Tehát hogy valahogy ez is így beépült a városnak a tudatába, hogyha valami ilyesfajta nehézség van, akkor küldik a dokba, akkor, mert ott van pszichológus, mert ott van pszichiáter, mert ott van orvosi, meg szociális segítség is, ami meg nekünk hálásak vagyunk érte nagyon. Ti magatok egyébként mit tesztek a saját életetekben? Hát most azért részben hallottunk erre választ, annak érdekében, hogy a ti egészségetek megmaradjon és jó formában legyetek, akár Marcsiról lehet tudni, hogy futsz is sokat, meg azért te mindenféle városi rendezvényen, hogyha ilyen mozgásos téma van, akkor abba beszoktál kapcsolódni, jogázol is, ugye? Igen, a futás és a jóga az, ami ilyenkor nyáron az úszás. Hát mondjuk egy gyógytornásznak azért illik, hogy formában tartsa magát, még akkor is, hogyha nem ebben dolgozom. Hát tulajdonképpen ennyi. Az evés, az is persze figyelni kell, oda kell figyelni, meg kell próbálni egészségesen táplálkozni, de azért ezt is meg kell érteni, és ezt is jobb, hogyha valaki egyszer leül, hogy ez nem az ön sanyargatást jelenti. Tehát nem azt jelenti, hogy mindentől most már el kell zárkózni, ami finom és hízlal. De hát van különbség az egyszeret sütemény és a tárca sütemény között. Ezt kell valahogy megérteni. Futásban egyébként gondolom, hogy hobbi szinten csinálod, de azért látom, hogy nagyon sokat futsz, hogy milyen igen, távokat. Igen, hát én tornász voltam eredetileg, tehát még a középiskolában, hát nem egy nagy szintre kell gondolni, de borzasztó lelkesek voltunk, és meg megyei bajnokságokat is nyertünk, szóval azért mégiscsak volt valami színvonal. A gyógytornász iskolában rengeteget, ott a gyógytorna órákat kellett napi szinten, és akkor napi 4-5 torna órával. És azért, ha valaki megfordult már gyógytornásznál, azért azt tudja, hogy az nem egyszerű. Az egy kemény, hogy annak hatása is legyen. De hát aztán az életben az ember már nem úgy sportol, a gyerekek rohan föl alá, és kitaláltuk az egészségprogrammal ugye ezt a tesztfutást. Én életemben nem futottam, és Jézusom, 1800 méter, hogy fogom én ezt lefutni? És akkor kezdtem el futni, és valahogy borzasztó nehéz volt. Tehát ez az első 1800 méter, az első tesztfutáson, én borzasztóan megszenvedtem vele. Aztán nem hagytam abba. Nem futok nagyon sokat, tehát nehogy azt gondoljátok, hogy 10 kilométereket, mert nem. De egy 3, 4, 5, 6 kilométer, az kifejezetten jól esik, és el kell mondjam, hogy a futásban az a legjobb, amikor az ember abba hagyja és elmegy zuhanyozni, és van egy olyan kellemes érzése, hogy ezt ma megtettem. Magamért... Tettél valamit az egészségedért. Magamért, a jó kedvemért, és azért, hogy képes vagyok rá, és megcsinálom. És későn lehet kezdeni, bármikor el lehet kezdeni. Nem úgy kell kezdeni, hogy maximálisan, hanem fokozatosan, 3 lépés futás, 4 lépés séta, aztán majd megfordul. Én ugye egy kicsit kapcsolódjak ehhez a témához. Én is futok minden nap. És meg szokták kérdezni a barátaim, hogy tényleg képes vagyok reggel 4:50-kor fölkelni azért, hogy elmehessek futni, mert más embernek tényleg, ha kergetik maximum akkor. És mondtam, hogy igen, én nagyon-nagyon szeretek futni, meg hosszú táv futottam egy időben, és én napi 14-15 kilométereket futok, és volt egy sérülésem, de előtte az volt a tervem, hogy akkor a félmaratonra elmegyünk, és akkor megcsináljuk, és amit elmondtál, hogy beér az ember a fürdőszobába, és fürdik, és folyik le róla a víz, ég minden egyes testrészem, mert a futás megmozgat mindent. És ég a lábad, és azon gondolkozol, hogy
De hogy ezt megcsináltad és hogy véghez vitted, annál jobb érzés azt gondolom, hogy nem kell. Van nekem egy kolléganőm, a Gönczi Gábornak a felesége, akivel 4 évvel ezelőtt rávettem, hogy jöjj és jöjjön el velem futni, hogy jöjjön el. Nyilván tudtam, hogy ez 1 kilométeres táv lesz, az a kezdő táv, amit így megpróbálunk meglépni. És elmentünk futni. Fú, hát volt ott mindenféle kényszenvedés, tehát hogy azt gondolom, hogy édesanyám csuklott elég keményen. És képzeljétek el, hogy mai napra ott tart, hogy éjszakai 10-12 kilométeres futásokra jár, spinninggel folyamatosan, tehát ilyen nagyon-nagyon nagy spinning fan lett, tehát hogy én elmennék szerintem egy spinning edzésre vele is, abban biztos vagyok, hogy a gatyámból kifordítana egy pillanat alatt. És mondom, úgy kezdte, hogy az 1 kilométert úgy futotta rá, hogy szerintem rosszul volt az egésztől. Tehát, hogy a sport hogy tud bekapcsolódni az embernek az életébe, és hány évesen, bármikor, tehát, hogy 38-9 körül lehetett szerintem ott ünni akkor, amikor ez így megkezdődött, és ez egy csodálatos dolog. A másik az étkezés, amire így ki... Én nagyon szeretek enni, imádok mindenféle kaját, szeretek így megenni. Kivéve az ilyen, én attól óckodom, az ilyen nagyon szemét kajáktól, az ilyen nagyon gyors, nagyon-nagyon szemét kajáktól azoktól óckodom, és azt gondolom, hogy egészséges kajákból is nagyon jól lehet lakni, és nagyon finomakat lehet enni, tehát ez a része fontos. És még akkor, bocsánat, csak a jógáról hadd beszéljek egy kicsit, hogy a futáshoz mindenhez kell valami nyújtás. Tehát a jóga az nyújt, erősít. Tehát, meg ellazít, gondolom. Igen, azért igen, az meg a lelkednek is jó. Jó, igen. Hát a futás is jó, de tehát, ugye a jóga meg egy kicsit a ugye a jóga egyszerűen. Pedig olyan, ami aztán tényleg a gyerekektől a 95 éves jógiig mindenki a saját szintjén elmész egy foglalkozásra, és senki nem a másikat nézi, nem kell ettől aggódni, mindenki a saját szintjén tud teljesíteni, és borzasztó jó hatás. Viktor, nálad? Szégyen, nem szégyen, én soha életemben nem sportoltam. Én olyan vagyok, hogy mindent olyat csinálok csak, amit szeretek és érdekel. Én erre az ízre még nem kaptam rá, amiről beszéltetek. Egyszer voltam én is a Bregyóban, az első körben meghaltam, és mondtam, hogy ez engem nem. Egyszer vettem belépőjét egy konditeremben, mondtam, hogy nem. Nyilván a tűzoltói léthez azért szükség lenne fajta állóképesség, de az az érdekes, hogy itt a stressznek a pozitív hatása, ugye amikor meséltem, hogy időnként mi úgy kerülünk aktív tűzoltás közelbe, amikor a felvált tűzoltók vidéken dolgoznak, és akkor a városvédelmet látjuk el. És amikor légzőkészülékbe, tűzoltófejlesztésbe fel kell futni valójában, de valahogy a stressz miatt nem érzek határt, utána gondolom, hogy gyalog nem tenném meg, de olyankor valahogy megteszi az ember, és átlendül azokon a fizikai korlátokon. Úgyhogy hát nekünk azért ez a tűzoltós dolgok emelgetése, meg a felszerelés, és azért azt gondolom, hogy fajta edzés adni lenne rendszeresen, de én akkor valahogy a stressz által tudom leküzdeni az ellenlétbeli hiányomat. Aztán most elkezdtem, egyszer-kétszer voltam ez a szápozni, ez az álva elvezés, ez most kezd tetszeni, hát nem tudom, hogy sporttá válik-e vagy nem, mert hogy még sosem voltam olyan kapcsolatban sporttal, amiről ti beszéltek. Már az olimpiai részvételét is fontolgatják, igen, hogy most... ez most tulajdonképpen evezés inkább, vagy szörfözés, úgyhogy Viktor, semmi sem késő, nem maradtál le róla. Na jó, de legalább a lakástüzekről tudsz mindent, és otthon biztos, hogy hát legalábbis reméljük, ja, hát hogy ilyen probléma nem lesz. Természetesen nem a lakásban, autóban tűzoltókészülék, tűzoltótakaró, füstérzékelő, tehát ezek, amik azt gondolom, hogy szerintem elengedhetetlenek. De hát majd reméljük, akkor Fehérváron minél több emberrel ezt meg tudjuk ismertetni, és akkor minél több otthonban lesz ilyen. Egyébként én mindig a tűzoltóknál, orvosoknál, mentősöknél mindig a lelki egészségük miatt aggódom inkább. Tehát nem azért, hogy ők ezt fizikailag bírják, hanem hogy ők látnak, ezt hogy dolgozzák ilyen fel. Hogy nem érintik-e őket esetleg olyan problémák, amikkel te foglalkozol, mert ez egy akkora stressz, hogy biztos, hogy nem véletlenül szerveznek munkahelyi stressz tanfolyamokat, nem tudom, hogy itt nálatok is van-e, hiszen igen, ez egy borzasztó megtalálás. Mennyi hangsúlyt fektetnek rá, vagy akár a szupervízió, vagy bármilyen, ahol ezt ki tudják mondani, meg ahol ezzel tudnak foglalkozni. Hát ugye a klasszikus üzemorvosi ellátás mellett ugye pszichológus-orvos is rendel. Nyilván ez a hivatásos állományra vonatkozik, de hát azért igényre tudjuk mi is venni. Én azt gondolom, hogy sokat beszélgetünk erről. Nyilván érint minket is. Általában akkor, hogyha gyerekeket érint a dolog, az egy kicsit sokkal jobban. Ugye, de azt gondolom, hogy valahogy át tudunk valamit kapcsolni, legalábbis magamról beszél, hogy akkor az ember azért megy oda, hogy segítsen, és akkor valahogy nem nincs idő, vagy nem kapcsol be ez a sajnálkozós, vagy ez a ledöbbenős rész. Visszacsatolva, amikor még csak fotózással foglalkoztam, emlékszem, hogy az első ilyen balesetnél kimentem, és akkor hú, meg ott tényleg, hogy meghalt valaki. És utána meg egy év múlva rájöttem rá, hogy ez engem már
csúnya szóval nem zavar, hanem az ember dolgozni megy oda, és akkor valahogy bennem legalábbis van egy ilyen vész kapcsoló, hogy én akkor ezt nem hagyom, hogy engem igen, úgy befolyásoljon. Ez ebben a szakmában, a mi szakmánkban ez így működik, igen. Hát azt hiszem, ez minden szakmában így működik. Tehát az egészségügyben is vannak, akik minden egyes esetet a lelkükre vesznek, és ők rokkannak bele, és akkor vannak, akik ezt máshogy gondolják, és azt gondolják róluk, hogy szívtelenek, pedig nem erről van szó, csak megedződtek. Hát én nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek és beszélgettünk egy jót. Nagyon sokszor találkoztunk már, és szerintem fogunk is még találkozni. Én nagyon sok sikert kívánok nektek a munkátokhoz, és hogy minél többet tudjatok tenni a prevenció érdekében. Köszönöm szépen. Önöknek pedig köszönjük szépen a figyelmet, tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra!